intézne valamit, és hagyjál kérlek egy kis időt, és akkor gyorsabban végezni. Tudom, hogy ott vagy. Könyörgöm, légy szíves, hát mindent teszek, hogy jól legyen, hogy összejöjjön, de nagyon sok a munkám. Tudom, de igen, jó, de nem tudsz. Na, écoute, arrête, ça suffit maintenant. Je t'en perds mes papiers. Tu me vois ça à chaque fois, bah, c'est qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Je sais pas, attends, je suis fatiguée, écoute. Tu pourrais m'aider au lieu à chaque fois de me crier dessus. Mais oui, je vais faire mon possible. D'accord, je serai là-bas pour 10h, ok? 10h, t'as sec. 10h, t'as sec. Ok, mon chemin, bah, c'est vrai, je t'ai dit que t'as le fond, tu vois? Non, sinon ça, tu peux pas comprendre, hein, parce que moi j'ai beaucoup de travail, tu vois, je n'en peux plus, je suis fatiguée, je t'en comprends-moi, s'il te plaît. Alors, notre situation est invivable, oui, justement, oui, allez, c'est. Nézd, mit találtam! Megtarthatom! Thank you.
aztán szerintem molesztáljunk csajokat. Hagyjon magunkra. Anyád, ez a csibész a zaknövetővel mindig eltalál. Én csak sniper puskával tudnám leszedni, de amint kidugom a fejem, belenézni sincs időm a távcsőbe. Hogy rohagy meg! Ha, tessék, már megint. Azt nem lehet mondani, hogy lyukat beszélsz az ember hasába. Anyádat mikor műtik? Nem vállalják. És akkor mi lesz? Akkor az lesz, hogy meg fog halni. Tibike, nem kell minden kérdésre őszintén válaszolni. Külföldön se vállalják? Nem tudjuk kifizetni. Egy olyan asszonnyal beszélsz, aki két hét múlva indul Stockholmba, kiszedeti, ami nem odavaló, pedig nekem se volt pénzem. Van egy svéd alapítvány, hozzájuk lehet pályázni. Mit kell csinálnom? Nekem talán van is még egy fölös jelentkezési csomagom. Az unokám ötöt nyomtatott, hogy elronthassam. Ha holnap benézel, odaadom. Jó éjszakát! Szia! Bocsánat. Hát... sajnos elkésett magából. Valami komoly dolognak kellett történnie, a maga késik. Igen. Haldoklik az anyám. Ó. Mi baja van? Gerincvelőrák. Elmegyek moziba. Jó. Ez most valami meghívás akart lenni? Nem. De jöhet valakkor. Adja a jegyeket. Köszönöm. De minden fontos jegyem megvan. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy... hogy minden jegyem megvan. Minden egyes mozi, színház, múzeum, vidámpark jegyet megtartottam. Sőt, azt hiszem, hogy még az érettségi bankett is megvan. De minden? Aha. Az rengeteg szemét. Nem, dehogy egyáltalán nem. Sőt, nagyon hasznos. Mert rendet tartok az emlékeimben. A jegyen található dátumok és események alapján vissza tudom idézni, hogy az adott korban hol voltam és mit csináltam. Fogadni mernék, hogy az én múltam sokkal inkább rendben van tartva, mint a magáé.
most akkor hazavisz és összejövünk. Én nem szoktam összejönni. Mindegy. Azért hazavihet. Mi az, hogy nem szokott összejönni? Miért nem válaszol? Nem tetszik a kérdés. Mi az, hogy nem szokott összejönni? Nem szeretek másokkal lenni. Az baj. Azért moziba eljárhatnánk. Megmondom, mi legyen. Délután elmegy, megveszi a jegyeket, akármire. Este bejön hozzánk vacsorázni, zárás után pedig elmegyünk moziba. Miért? Hogy legyen valami. Nem akarom, hogy legyen valami. Na, hogyha nem érezzük jól magunkat, akkor majd abba adjuk. De jót fog tenni magának. És az emberek között. And my mother? Szeretem a magyarokat. Szeretek magyaroknak játszani, és hát a magyar nők. And the women are too beautiful. Nagyon finom a gulás. A rák hátrafelé megy, ez az alapítvány neve. A rák, mint tudjuk, hátrafelé megy. Tehát a hátrafelé megy, előre halad, tehát gyógyul. Nekem nem sok szerencsém volt az életben. Úgyhogy, ha nekem sikerülhetett, akkor mindenkinek sikerül. Fibi, eszembe jutott valami. Én még nem akarok meghalni. Akkor nem is fogsz. Megígéred? Meg. Akkor jó. A beteg neve, kora, foglalkozása? Malkáv Rozália, 67 éves, nyugalmazott primadonna. A gondviselő, illetve a pályázat során a beteget képviselő személy neve, kora, foglalkozása? Malkáv Tibor, 37 éves, korboncnok. A gondviselő rokon a betegnek? A fia vagyok. Most akkor hogy van ez? Nem értem. Miért az anyád nevét viseled? A gondviselő anyja neve, kora, foglalkozása? Azonos a beteggel. De miért hívnak Malkávnak, hogyha az anyádat is így hívják? Nem tudom. Az apja neve, kora, foglalkozása. Éppen erről beszélek, nem ismerem az apámat, ezért használom az anyám nevét. Ez nagyon megható. Köszönöm. Ez irónia volt. Egyáltalán nem sajnálok. A gondviselő lakcíme. Mit tud ajánlani ma este 6 körül? Vérhalál lesz 17:45. Az nem tudom mi. Dél-koreai akcióművészfilm. Pontosabban egy német producer megvette egy amerikai képregény jogait, megiratta egy zsidó forgatókönyvíróval, hogy aztán dél-koreai pénzből leforgathassa a Hongkongban lengyel színészekkel. Nem baj. Kérek kettőt.
Gratulálunk. Ön a kérdői végéhez ért. Bármilyen kérdéssel forduljon bizalommal munkatársainkhoz. Ne feledje, hogy csodát tenni és ígérni sem tudunk semmit. Ami a legfontosabb, hogy az, akiért aggódunk, érezze, hogy mellette állunk. Nézzünk meg. Nem emlékszem. Valami művészfilm. Csodás vagy. Szia. Jó éjszakát. Nagyon jól éreztem magam. Én is. Milyen jó volt ez a film. Milyen? Te utálsz velem lenni. Dehogy is. Ezek szerint valamit rosszul csinálok. Nem, csak... olyan... furcsa vagy. Ha akarod, még megpróbálhatok moziba menni. Jó. Kedves Malkáv Tibor, sajnálattal vagyunk kénytelenek közölni, hogy jelenleg nem álmodunkban eleget tenni kérésének. Higgye el, kénytelenek voltunk ezt a nehéz döntést a többiek javára meghozni. Az életkor, a betegség jellege és az önrészmértéke alapján. Ne csüggedjen, bízzon, nagyon tiszteljük az erőt önben. Tisztelettel a rák hátrafelé megy alapít. Tessék. Malkáv Tibor, valaki elolvasta a levelemet. Mondjuk erre számíthatott, ha egyszer elküldte. A levelet nekem küldték. Kivettem a postaládámból és fel volt bontva. Most akkor panaszt akar tenni a kézbesítő ellen? Nem lehet valahogy kinyomozni, hogy mi történt? Jézusom, engyeseknek mennyi ideje van. De ha akar egy jó napot szerezni a rendőröknek, tegyen feljelentést. A postán nem lehet? Mit? Kinyomozni. Ja, tehogy is nem. Most azonnal behívok minden kézbesítőt és új lenyomatot veszek tőlük. Aztán az arcukba világítok, mélyen a szemükbe nézek és felteszem a kérdést. De turkálták. Ez az én helyem. Még nem végeztem. Na, hogy nem végzett Malkáv. Csak most kezd. Kőklapsz vagyok. Vajon miért? Meséljen. Ha nem értekli, amit mondani akarok, nem lát többé az életben. Az úrnak hozhatok valamit? Egy kólát és egy paradicsomot kér. Jó. Hogy paradicsom levet? Paradicsomot. Tudja azt a kis piros zöldséget. Paradicsomot akar a kólájához. Nézze, aranyom. Ha nem csalódom, működik konyha ebben a gasztronómiai bordéban. Csak tud keríteni. Hány paradicsomot hozzak? Egyet. Már is. Lekötelezik. Anyuka, hogy van? Ó, nagyon sajnálom.
Ki maga? Egy egész életen keresztül kérdezzük ezt magunktól és másoktól. Ez ki? És ez ki? És az? Én ki a fasz vagyok, mi? Én vagyok az, aki nagyjából egy hónapja követi magát. Én vagyok, aki felbontja a leveleit. És én vagyok az, aki tudja, hogy az anyja meghal. Ha maga nem keres nagyon gyorsan, nagyon sokat. Nem tudtam, milyen nevű eszközt hozzak, úgyhogy hoztam ki is... Kézi, csokolom az Isten, bassza meg, beszélgetni szeretnénk! Szerényebben. Én el is mehetek. Beszélnem kell ezzel az alakkal. Régóta keresek valakit, aki bajban van, és aki látott már halottat. Van rá 10 millió forintom, hogy valaki meghalljon. Abból még nyaralni is elmehet anyuval a műtét után. Annyiból a szextörpét is magával viheti. Maga idegbeteg? Néha rángatózik az arcom. Á, értem. Nekem egy időben kézremegésem volt. Attól van, mert elfogyja a dolgokat. Fessen! Vagy írjon blogot! Honnan tudom, hogy megkapom a pénzt? Onnan, hogyha most beszóra megígéri nekem, akkor ezt a szatyrot maga viszi haza. Mennyi? 5. Az első részlet. A jól végzett munkajutalma még egyszer ennyi. Megcsinálom. A szentség itt magának! Maga egy igazi kínai jakuzáj szamura! A szamurájuk és a jakuzák egyaránt japánok. Az mindegy. Megvan a fedőneve. Kínai. Még az is kiderülhet, hogy jó lesz vigyáznom magával. Nem gondoltam, hogy ilyen simán megegyezünk. Elmegy. Hiányozni fogok? Kíváncsi voltam, miért kért paradicsomot a kólájához. Ja, semmi különös. Bele szoktam facsarni. Jobb lesz tőle az íze. Elment? Pedig kíváncsi lettem volna, hogy mit csinál a kólával, meg a paradicsommal. Belefacsarja. Azt mondja, jobb lesz tőle az íze. Bláh. Megyünk moziba? Tudsz angolul? Vagy svédül? Angolul egy kicsit. Svédül nem nagyon. Nagyon jó, svédül egyáltalán nem. Segítesz jelentkezni a svéd klinikára? Hogyne, nagyon szívesen. Holnap úgyis szabadnapos vagyok. De nem úgy volt, hogy az alapítvány elutasított. Pénzhez jutottam. Hogyan? Kisasszony? Hogyan? Kisasszony, legyen szíves. Egyet? Nem, kettőt. Jaj, lassan meghozhat négyet is rögtön. Thank you.
De utálom ezt látni. Az új vendéged legalább tisztességes kort élt meg. Figyelj ide! Hm? Berúgunk este? Mhm. Aztán szerintem molesztáljunk csajokat. Egy időben kamionsofőr voltam. És tudja, mire szoktam rá ebben az időszakban? Világirodalmi klasszikusokat hallgattam magnókazettán. Nincs is annál szebb, mint amikor eléred Ankara külsőt, Jordán Tamás pedig éppen végére ér a Rózsa nevének. Aztán hazafele Kalevala, Füranikóval, vagy Bridget Jones udvaros Dorottyával. Miért nem maga csinálja? Én nem szeretek annyi szöveget olvasni. A munkát. Azért, Watson, mert ha maga észrevétlenül el tud tűnni a meló után, semmiféle nyom nem marad, hiszen semmi köze az áldozathoz. Ergo a rendőrség soha nem fog tudni eljutni magához, ergo nem tud beköpni, ergo nem jutnak el hozzám se. Biztos, hogy a rendőrség nem juthat el hozzám? Ez a lényeg. Ha a gyilkos és az áldozat között semmiféle kapcsolat nincs, és maga sikeresen eltűnik a helyszínről, soha nem akadhatnak a nyomára. Úgyhogy, ha a nyomozók megjelennek magánál, már régen rossz. Ezen fogom hívni, hogy hol és mikor történjen. A maga dolga annyi, hogy oda megy és megcsinálja. Mindegy, hogyan? Csak tud egy bököt szerezni a meló helyén. Ő az. Kínai, bemutatom Szirmai Ferencet. Jegyezze meg a fejét, aztán hagyja a babámlást, mert meg azt hiszi, rosszban sántikálunk. A munka után másnap itt találkozunk zárás előtt 10 perccel. Hívni fogom. De helyes cicád van. Ez lesz az. Két vagy maximum 3 nap, míg reagálnak.
De ha fedezed a költségeket, akkor nincs semmi okuk arra, hogy elutasítsanak. Tibi, miből fedezed a költségeket? Banki hitelből. Ilyesmire is adnak hitelt? Menjünk moziba. Jó, csak nekem még vissza kell mennem dolgozni. Mégiscsak. Vedd meg a jegyeket, aztán este találkozunk. Köszönöm. Mit tud ajánlani ma este 10-re? Hogy menjen inkább színházba. Filmművészet haldoklik. A színház legalább már rég kiszenvedett. Nővel jön? Igen. Akkor nézzük meg az NH-t. Az nem tudom mi. Nándorfehérvár hősei. Történelmi akciófilm. Haló. Én vagyok, Szibi. Ma este fogsz dolgozni. Hogy? A Zeneakadémián ma este fellép valami mandolin ember. Bemész a hulláidhoz és fogsz egy kést. Aztán irány az akadémia. A pénztárban le lesz rakva egy Stromfeld Aurél névre. Ott lesz a barátunk is. Koncert után Jósika utca 26-ba fog sietni. De ma este én... Pont ma este kínai. Több lehetőséged nem lesz. A koncert 7:30-kor kezdődik. Nem eszed meg? Akkor zárás után? Hogy? Megyünk ma valahova? Ha? Aha. Ma este nem jó. Holnapról volt szó, nem? Igen. Kár. Akkor ma tévézek. Mi dolgod van? Tulajdonképpen semmi. Ja? Na jó, akkor holnap találkozunk. Holnap. Thank you.
astrofilm.hu per pages per random pontas menu idegenőnő opera antikvárium hivatkozás dokumentum astrof az 1997 minuszben alakult opera antikvárium szokásos antikváriumi profil mellett balzárójel könyvek, képek, lapok, térképek, metszetek, profikák, jöttárgyak. Na, hogy érzi magát? Sehogy. Mégis nehéz volt. Meg kellett csinálni. Megcsináltam. Az biztos, kínai. Az biztos. Megcsinálta. Nézze, egy idő után az új cipőnket is leisszuk sörrel. Körülbelül onnantól nem számít újnak. Szóval lazuljon, kínai. Nincs mitől tartania. Nem vagyok kínai. Márpedig, ha maga lilát szarik is, én már akkor is csak azt fogom mondani. Jé, lilát szartál, kínai. Megvan a pénzem. Mit óhajt? Adjak számlát. Csak gondoltam, meg akarja számolni. Nem szükséges. Bízom az emberekben. Vicces fiú maga! De azért remélem, nem találkozunk soha többé. Te is menjél. Megjött a kocsim. Jól van már. Várjál, paraszt. Dear Mr. Malkov, our institute has received the application on your mother's behalf. And we happen to inform you that our clinic is at your service. Ugye ez egy ilyen bevezető szöveg, hogy megkapták a jelentkezésedet, meg ilyesmi. And we have already started to prepare the room, which can be ready to receive the patient in just a few days. Aha, tehát hogy pár napon belül akár mehet is az anyukád. And in possession of the medical records, we cannot yet promise anything. But I would like to inform you that our clinic has the most advanced technology to save any lives. Hogy biztatnak meg, hogy egyáltalán nem reménytelen az eset. And as soon as the first installment arrives to the bank account, we will be ready to receive you with a warm welcome. Everything for health. Hogy ezen a bankszámlaszámon kell beküldeni a pénz felét, és akkor akár már mehetek is, és mindent az egészségért. Így Pest, amikor jó kedved van. Nézzük meg a Nándorfehérvár hőseit. Az mi? Történelmi akciófilm. Én arra gondoltam, hogy elmehetnénk csónakázni a Városligetbe. Nézzük meg a Nándorfehérvár hőseit. Jó. Ne úgy siet hősen! Kardba! A török már a végeken! Már is! Az ördögbe! Ha estére kitakarítjuk rétjeinkről a törököt, együtt táncolunk a lakodalmatokon. Tétusz! Sok rétul rohannál csatába! Vettem néhány színes újságot, hogy könnyebben tudjunk beszélgetni. Itt van például ez a színész. Állítólag szakította a szerelmével, mert kiderült róla, hogy heteroszexuális. A párja is színész. Vagy bemondó. Ezeket mindig összekeverem. Hogy hívják őket? Nem találom. Magyarok. Hát igen. Vagy nem. Mindegy. Hova megyünk? Menjünk valahova. Mehetnénk. Egy presszóba. Nincs kedvem presszóba menni. Megmutatod a lakásodat?
Szoktam levenni a cipőmet. Gondolod, hogy anyukádat meg tudják gyógyítani a svédek? Nincs kedved lefeküdni velem? Ilyesmivel én nem szoktam foglalkozni. Értem. Hány éves vagy? 37. Nem sietted el? Voltam már nővel. Igen. És? Most valami rosszat kérdeztem? Mi baj? Kedves Tibor, kérem bocsássa meg tolakodó és talán túlontúl szentimentális hangnemét levelemnek, mellyel ismeretlenül zavara ment. De ha végigolvassa sorokat, be fogja látni, hogy találkozásunk elkerülhetetlen, és mindkettőnk életét gyökerestül forgatja majd fel. A nevem Szirmai Ferenc, szilárd testkutatással foglalkozom a Központi Fizikai Kutatóintézetben. Nem mutatnám feleslegesen az előéletemmel, még a végén olvasatlanul dobja el levelemet, azt hívén, hogy el akarok adni önnek valamit. De félre a tréfával. Néhány napja a véletlenek szerencsés játéka révén birtokomba jutott némi információ édesapámról, kinek kilétét mindedig homály fette előttem. És amit megtudtam, részben magyarázattal szolgált, hogy azóta sajnálatos módon szintén elhalálozott édesanyám miért nem beszélt soha a férfiról, akinek az életemet köszönhetem. Most számomra is egészen váratlanul 45 éves koromra kellett megtudnom, hogy apám mindvégig egy városban élt velem, és hogy a neve Kertész Artúr. Apám és anyám között szenvedélyes, ennek megfelelően rövid volt a szerelem. Apám gyorsan eltűnt az életünkből, mint megtudtam, azért, hogy nem sokkal később alapítson egy családot, mely mellett végül lehorgonyzott. De önt azért kerestem meg, mert apám néhány évvel később újabb szeretőt ejtett meg törvényes felesége mellett. Ezt az asszonyt Malkáv Rozáliának hívják, közös gyermeküket pedig Malkáv Tibornak. Nem tévedek, igaz, Malkáv úr? Ön ugye soha nem ismerte az apját. Akkor tehát ön az én féltestvérem. Abban bízom, a félszocskát rövidesen elhagyhatjuk. De ami bizonyos, életünk mindörökre összefonódott. És akárki is ön, büszke vagyok, hogy rokonomra találtam önben. Lejjebb megtalálja az otthoni telefonszámomat. Kérem, érezze felhatalmazva magát, hogy a nap vagy az éj bármely szakában, amely önnek megfelel, felhívjon. Alig várom az első személyes találkozásunkat. Testvéri üdvözlettel, Szirmai Ferenc. Azt tudod, hogy vagy 10 perce állunk így? Elmennél most? Hogyne. Azért megyünk még moziba? Persze. Semmi baj. Ide adnád a mai jegyeket? Hogyne. Tessék. Köszönöm. Szia.
Haló. Szirmai lakás? Az. Én Szirmai Ferenccel szeretnék beszélni. A férjem tegnap este meghalt. Mit akar tőle? Ki maga? Én Szirmai Ferenccel szeretnék beszélni. Ide figyeljen. Mondja meg a főszerkesztőjének, hogyha még egy söpredék firkázt rám küld, beperelem a mocskos újságjukat, érti? Megértett engem? Én... Jó napot kívánok! Dr. Hart Ildikó vagyok, a BRFK életvédelmi alosztályának nyomozója. Ez pedig a társam Schwartz, szintén nyomozó. Malkáv Tibor? Én vagyok. Megengedi, hogy leüljek? Tessék. Malkáv úr, nem kell megijedni. Azért jöttünk csupán, hogy feltegyünk néhány kérdést. Mond önnek valamit az a név, hogy Szirmai Ferenc? Igen. Aztán honnan ismeri? Tegnap este levelet kaptam tőle. Tehát ismerik egymást? Nem. Soha nem találkoztak? Nem. Csak levelezgetnek. Nem. Azt akarja mondani, hogy a tegnap esti levelet leszámítva soha semmilyen körülmények között nem érintkeztek. Igen. Mit írt magának? Azt írta, hogy a féltestvérem, és szeretne velem találkozni. Nem nagyon rendítette meg a hír, igaz? Engem a dolgok nem szoktak megrendíteni. Akkor ezt hallgassa meg. Nevezett Szirmai Ferencet tegnap előtt éjjel meggyilkolták. Megosztaná velünk, mit csinált tegnap előtt este 10 óra és éjfél között? Uram, velünk van még? Gondolkoztam. Jutott valamire? Tegnap előtt 17-e volt, augusztus. Este 8 óra 11 perckor befejeztem a munkát, és beültem a rókacsapdába. Rókacsapda? Az egy kifürde. A Pilinszky utca és a Helmet sarkán. Ott dolgozik Psotka Edit. Zárás után 10 óra 30 perckor beültünk a híradó moziba, és megnéztünk egy filmet. Éjfél után pár perccel távoztunk. Mit láttak? Úgy általában? A moziban. Nándorfehérvár hősei. Maga felkészült erre a beszélgetésre? Tegnap estig azt sem tudtam, hogy van egy féltestvérem. Pedig akkor már nem is volt. Malkáv úr, az elkövetkezendőkben gyakran fogunk találkozni. Arra kell kérnem, ha egy mód van rá, ne utazzon el a közeljövőben. Nagyon köszönjük az együttműködést. Kérdezhetek valamit? Parancsoljon. Ha én tegnap estig azt sem tudtam, hogy közön van Szirmai Ferenchez, maguk hogy találtak meg? Amint átnéztük az áldozat családját, megtaláltuk magát. Lehet, hogy maga nem tudott róla. De évek óta hevertek itt-ott iratok, amikből bárki rájöhetett, hogy maguknak közös az apjuk. Innentől pedig kötelességünk kihallgatni önt. Panel munkamenet helyreállítása gond. Azt az embert keresem, aki Kyklopsznak nevezi magát. Engem? Saját magát. Kyklopsznak? Igen. Miért? Mert csak az egyik szemével lát.
Az még mindig egyel több, mint nekem, nem igaz? De, igaz. Mondja, ember, mi baja van magának? Ez költői kérdés. Tapintatlanság volt válaszolnia. Bocsánat. Miben segíthetek? Itt találkoztam vele tegnap. Ott hátul beszélgettünk. Ja, az a Kyklops. Ha esetleg összefutok vele, mit mondja, kikereste? Inkább mondja meg, hol találom. Micsoda, egy indiszkrét ember maga. Ha ő nem akar találkozni magával, akkor soha nem fogja megtalálni. Ha benéz, megmondom, hogy kereste. Kiadó 1939. piros, kötésben ár 2.3. Halló, hülye úr! Nem mondta meg a nevét! Mondja meg neki, hogy a kínai kereste. Igen? Jó napot. Beszélgetni jöttem. Újságíró? Nem. Akkor? Korboncnok. Ez valami hülye vicc? Nekem nincs humorérzékem. Kicsoda maga? Malkár Tibor. Atyaisten, maga a Feri testvére. Jöjjön. Ne haragudjon, de rengetegen zaklatnak azóta. Nem minden nap történik ilyesmi a nyílt utcán. Tulajdonképpen miért jött ide? Megnézni, hogy élt. Érdekes. Pedig nem tűnik érzelmes típusnak. Meséljen róla. Mit szeretne hallani? Azt szeretném tudni, hogy ki volt a férje. Minden úgy van, ahogy hagyta. Nem nyúltam semmihez. Érdekes. Pedig nem tűnik érzelmes típusnak. Igen, azok ott a maga adatai. Alatta pedig a harmadik testvérüké, óvónő vagy mi. Maga szerint miért ölték meg? Gondolom, kirabolták. Nem mondta a rendőrség, hogy nem vettek el tőle semmit? Számít ez? Egyáltalán nem kíváncsi a gyilkosára. Dehogy nem. Mint az emura az állatkertben. Amiért rá, talán még kíváncsi is vagyok egy kicsit. De hogy ki az, az azt hiszem teljességgel mindegy. A férjem halott. A rendőrség majd megkeresi a gyilkost, és a pasassal együtt szépen elmesélik, miért csinálta. Kertész Ágnes. Igen, én vagyok. Örülök, hogy eljött. Bocsánat. Ön tudja, hogy én ki vagyok? Azt azért nem mondanám. Sok mindent kell bepótolnunk. Mindig érte jönnek utoljára, és mindig én várom ki vele. Egy picit abban bízom minden nap, hogy hát elfelejtik.
És akkor hazavértem. Évika az egyik kedvencem. Nem számíthat senkire. Ahogy én sem számíthattam apámra. Apánkra. Soha nem említett engem vagy Szirmait? Nem. A hagyatéki tárgyaláson hallottam rólad először. Ott láttam a fényképedet. A Feri ott volt. Te is kaptál értesítőt, de nem jöttél el. Nem kaptam értesítőt. Nem. Ez érdekes. Te miért nem szereted apánkat? Téged egy szegény Ferit úgy hagyott cserben, hogy soha többé nem jelentkezett. Én viszont nap mint nap láttam. És el kellett tűrnöm, hogy a saját lányáról is azt hitte, hogy megveheti magának. Ezért jöttem el óvónőnek. Dacból. 16 éves korom óta azzal bosszantottam apát, hogy majd nyitni fogok egy magánovodát, ahol a gyerekekkel sokkal jobban bánnak, mint ő bánt velem. Na és meg is fogom csinálni. Puszit kérek. Szia. Örülök, hogy megkerestél. Te miért nem kerestél meg? Vannak dolgok, amikkel nem tudok szembenézni mai napig. Eddig te is ezek közé tartoztál. Úgy beszélsz, mint az anyám. Beszélnem kell anyámmal. Makám úr! Hova megy? Anyám. Kérem, itt várakozzon. Láthatnám. Biztos, hogy jó ötlet? Jobban fogjuk érteni egymást, mint valaha. Várjál, paraszt. Szív utca 9 Csepel. Úgyhogy azt javaslom, ne szálljon ki. Mi ez az egész? Dühös lettem. Maga volt benn nálam.
A kőklapszot keresi. És ha nem jutok hozzá közelebb ma éjjel, akkor maga meghal. Nem tudom, hogy... Ne! Kérem, ne! Maga nyilván sokat érintkezik a félszeművel. Úgyhogy nyilván azt is nagyon jól tudja, hogy olyan helyzetbe kényszerítettek, amelyben nem sok vesztenivalom van. Választhatok, hogy maga öl meg, vagy ő. Az egyik most rögtön bekövetkezhet. Mondja meg, hol találom és hazaviszem. Van egy autókereskedése a belvárosban. Holnap után reggel ott megtalálja. Vince autókereskedés. De! Bejön. Nem megy ez nekem. Szerintem meg sem fogalmaztad még, mit keresel. Bajban vagyok. Meg akarom úszni. Mellesleg annyival tartozom, hogy megtudjam, ki voltál. Ez filozófia. A filozófia pedig csak arra jó, hogy olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyeknél nem kell félnünk, hogy választ kapunk rájuk. Tegyél fel egy konkrét kérdést. Mit kerestél itt akkor este? Kihez jöttél? Halló, jó napot kívánok! Én... Szirmai Ferenc ügyében jöttem. Képzelje, Monori, rájöttem, hogy nem moziba akar vinni. Maga a Monori? Igen. Mit mondja? Máshogy képzeltem. Én nem képzeltem magát sehogy. Talán menjünk be. Maga mindig a megbeszélt előtt fél órával érkezik? Félek, hogy elkések. Ezért mindig hamarabb érkezek. Magánál a labda, Monori. Akkor... a válaszom nem. Mitől lett? Ilyen kurva maga biztos. Beszéljük inkább Szirmairól. Édesanyjával beszélgessen arról a szerencsétlenről. Nehogy azt higgye, hogy a Szirmai halála bármit is megváltoztatott. Azt a házasságot maga már úgyis tönkretette. Maga nem az alkalmazottjától, hanem a saját feleségétől retteg. Nem értem, miről beszél. Ne legyen már ennyire hülye. Nincs abban a helyzetben, hogy szórakozzon vele. Nem nagy összegről van szó. Maga meg se érezni,
Nekem viszont szükségem van minden fillérre. Én se Eviánnal locsolom a virágaimat. Na, fizessem. És akkor nem kell többet néznünk egymás pofáját. A jövő héten tudok. Visszaél a jó indulatommal. Na jó. Legyen a jövő hét. Tűnjön el! Még egy kérdés. Kőklopsznak mi köze ez az egészhez? Mi a lófasznak van, mi ez köze? Felejts el. Tessék. Malkáv, kérdeznem kell valamit. Ki az a Monori? A férjem főnöke. Volt. A központi kutatóintézetben, a fizikai központi kutatóintézetben. Ki maga? Én nyomozok. Aha. Igazolványa van? Van. Akkor üljön le oda. Dr. Monori perceken belül itt lesz. Hogy elszaporodtak maguk, fiúk, itt mi nálunk? Egymásba lóg a jelvényük, annyit járnak ide. Mióta dolgozik Dr. Monorinak? Kb. 8 hónapja. Miért? Jól ismeri? Ha nem tévedek, ezt tegnap már megbeszéltük a kollégáival. Kérdezze meg őket, és hagyjon engem békén. Magát kérdezem. Mi a véleménye róla? Nem titok, hogy Karcsi, hogy Dr. Monori szereti a nőket. Ez csak nem bűn. Jó reggelt, főnök úr, az úr a rendőrségtől jött. Menjünk talán az irodámba. Dr. Szirmai kiváló szakember volt. Néha már azt gondoltam túlságosan is, ha érti, mire gondolok. Nem, nem értem. Amilyen különleges tehetsége volt a munkájához, annyira zavarbejtő tudott lenni, ha privát érintkezett vele az ember. Maga érintkezett vele privát? Nem, nem nagyon, nem igazán. Annyit akartam csak mondani, hogy az ember, ha vele beszélgetett, sohasem tudhatta, mire gondol. Mintha mindig törte volna a fejét valamin, olyan megbízhatatlan volt emberileg. Maga megbízható emberileg? Kérem? Ismerte a feleségét? Találkozgattunk néhányszor, de nem értem, hogy kapcsolódik ez a... Magának viszonya volt Szirmai feleségével. Időnként lekapdossa titkárnőjét. Emellett legalább 10 éve jegygyűrűt hord. Aztán számon kéri a halotton, hogy megbízhatatlan emberileg. Honnan? Hogy? Szirmai tudott magukról? Maga az első a rendőrök közül, aki tényleg olyan, amilyennek a nyomozókat képzeli az ember. Kiváló megfigyelő. Úgy tűnik. Szirmai tudott magukról? Biztosan sejtette. Akkoriban vált megbízhatatlanná, és kezdett kimaradozni, amikor én és Lili. Én elvettem volna, de a Feri nem akart elválni semmi áron. Megint hazudik. Maga nem akart elválni semmi áron. Mert retteg a feleségétől. Ezért is megy alá annak a gusztustalan zsarolónak, akitől most érkezett ide. Honnan tud maga ennyi mindent? Úristen! Maga járt kutyánál ma reggel. Azt mondta kutyának, hogy maga én vagyok. Nem bünteti ezt a törvény? Pereljen be.
kutyának mi köze volt Szirmaihoz? A Feri valamiért rendszeresen járt ehhez a szarházihoz. Pasas meggondolta, keres egy kis aprót rajtam, amiért tartja a száját, ennyit tudok. Tényleg nincs közöm a gyilkossághoz. Tudom. De hát ki képes ilyesmire? Bárki. Csak elegendő indíték kell hozzá. Hát neked se könnyű, Tibi. Voltak nálam nyomozók. És? Semmi. Hogyhogy semmi? Mondták, hogy mi történt a testvéreddel. Részvétem. Köszönöm. Mit kérdeztek? Hát, hogy veled voltam-e aznap éjjel. Megmutattam nekik a jegyünket. Más nem kérdeztek? Azt mondták, hogy nem beszéljek neked erről. Képesek lennének téged gyanúsítani. Mik vannak? Mik? Azt álmodtam, hogy Robi még él. Igazán lehetne magának egy mobilt. Kurva nehéz ügyből élni. Jó estét, Markáv úr. Asszonyom. Jó estét. Nem is zavarnánk sokáig, de fel kell tennünk néhány kérdést. Négy szem közt. Tudja, rengeteg módja van annak, hogy a gyanúsított magára vonja a figyelmünket. Az egyik az, hogy ott pörög, ahol semmi keresni valója. Maga a mi porcelánunk az elefántboltban. Vagy mi. Mondja, Tibor, mire volt jó, hogy kutyát és monorit zaklatta? Mire volt kíváncsi? Van alibim. Na persze. Nekem is van feleségem, csak éppen 6 éve nem láttam. Tisztában van vele, hogy le is tartóztathatjuk? Monorinak azt állította, hogy rendőrtiszt. Tudja, hogy ez büntetendő? Nem állítottam. Csak hagytam, hogy azt higgye. Mit akar megtudni? Miért nem marad nyugton a seggén? Tudni akarom, hogy ki volt. Ki? Szirmai. Tudni akarom, hogy ki és miért ölte meg. És tudja, mi az izgi megré. Maga tűnik a legsanszosabbnak. Alibi ide vagy oda. Egy okkal több, hogy megtaláljam a valódi bűnösöket. Felejts el, Markáv úr. Csak ront a helyzetén. Várja meg szépen, amíg kiderül, mi történt. Mit akartak? Te például ki vagy? Nem értem. Elárulnád nekem, hogy ki az a Kuklops? Kuklops? Azt akarod mondani, hogy véletlen, hogy most jelentél meg? Nem értem, hogy mit csináltam rosszul. Miért akaszkodsz rám? Én nem akaszkodtam rád. Én jól érzem magam veled. Nem beszélsz. Nem vársz az embertől semmit. Megláttalak, megtetszettél úgy, ahogy vagy. Ahogy megjelentél. Beütött ez az egész. Azt sem tudom, hogy ki vagy te. Igen? És szerinted mi kellett volna ahhoz, hogy azt gondolt, hogy tudod?
Mi kellett volna ahhoz történni? Mi az az állapot, amikor hátradőlsz a székedben, és akkor kijelentett, hogy igen, én tudom, hogy ki ez az ember. Ismert lemezkiadott tulajdonos, Szemben József, egész más véleménye van a művészről. Köszöntöm a stúdióban az érintetteket, Szemben Józsefet, a KMH Music Hungary ügyvezetőjét és Megtárgán Járon mandolin művészt. Jó estét! Inkább erre kéne rájönnöd, ahelyett, hogy engem baszogatsz. Az ügyi elnálása szerint Megtárben Járon egy csaló. Én Kertész Artúr mindenféle kényszer nélkül, önszántamból és szellemi képességeim teljes birtokában kijelentem, hogy végrendeletemben törvényes örökösömön túl két végrendeleti örököst jelölök meg. Úgy rendelkezem, hogy vagyonomat három egyenlő részre kell osztani. Mivel feleségem korán elhunyt, törvényes kedvezményezettem Kertész Ágnes, a lányom lett. Jelen végrendeletemben pedig további kedvezményezettnek egykori elhagyott szerelmeimet, Malkáv Rozáliát és Szirmai Máriát jelölöm meg. És ha ők nem élnek, az örökség szálljon közös gyermekeinkre, akikről semmit nem tudok, és akikkel egész életemben nem kerestem a kapcsolatot. 40 éve döntenem kellett a három szeretett asszony közül, melyikkel élem le az életemet. Én pedig nem döntöttem. Hanem az egyiket gyorsan feleségül vettem. Isten egyik legrosszabb vicce éppen az, hogy akármilyen döntést hozol, biztosan megbánod. Mindig azt fogod szebbnek látni, amit elszalasztottál. Ne haragudjatok rám. Kertész Artúr, SK, Budapest, 2006. március 11. Te tudtad ezt? A törvényes örökössel és Szirmai úrral már az első hagyatéki tárgyaláson ismertettük a végrendeletet. Önt azonban nem sikerült elérnünk. Szirmai részének sorsa bizonytalan. Még nem tudjuk, hogy az özvegy igény tart-e rá vagy sem. Mekkora összegről van szó? Ne aggódjon, Malkáv úr. Előre láthatóan soha többé nem kell visszamenni a munkahelyére, ha nem akar. Mi van veled, jól vagy? Nem akar összeállni. Összeállni? Ugye nem felejtetted el, hogy ma van a Feri temetése? Megyünk együtt? Még át kell öltöznöm. Hamarosan rájövök, kiölte meg a testvérüket. Most mennem kell. Igen, szóval jelenleg ennél jobb konstellációval nem tudok szolgálni. Ennél olcsó pocsit nem vagyok. És nincsen más színben? Jelenleg nincsen, sajnos. Jó, majd. Az Osanig meg vissza nem tök mindegy neked? Hogy fog ezzel parkolni? Hát, mint a Pószki. Minimoris. Volkswagen. Nagy franc vagy, te hallod-e? Alábecsültelek, kínai. Kifizettelek, mit akarsz? Magyarázatot. Szirmai nem volt idegen. Ki a megbízó? Ezekre a kérdésekre soha nem fogsz választ kapni. Jobb is. Ez az a tudás, ami öl. Ja, és még valami. Fogalmat sincs, mivel szórakozol, te köcsök! Kitűnő választás volt, uram! Hamarosan találkozunk! Maga? Másra számított? Senkire nem számítottam. Tartsa meg a jó szokását. Miért jött? Arra gondoltam, szívesen elvinném a temetésre, ha nincs ellenére. Mi történt az arcával? Leestem a lépcsőn. Mindig is szerettem volna magamnak egy Philip Marlowe-t. Az nem tudom mi. A Feri mindig is naív volt. Nézze meg a levelet, amit magának írt. Az életünk mindörökre összefonódott, és akárki is ön, büszke vagyok arra, hogy a rokonomra találtam önben. Egy szappanopera író, sírva könyörögne egy ilyen mondatért. Ezek szerint olvasta a nekem írt levelet. Miért ne olvashattam volna? A férje mutatta meg magának? Hogyan jött ez magának, hogy nyomozósdit játszol? Valami nem stimmel Szirmai Ferenc halálával kapcsolatban.
Hát igen. Ha az ember férjét tarkon szúrják egy szép nyári estén, hátsóhan az agyán, hogy ez nem annyira stimmel. Ismeri kutya Zoltánt? Nem hiszem. Te elhoznál a cipzáramot? A férje ügyvédje volt. Ja, igen, persze, most már emlékszem. Néhányszor talán összefutottunk. Magának semmi tapasztalata a hazudozásban. Ez kedves dolog. Hogy merészel? Mennyi ideig volt Monori szeretője? A férje tudott róla? Soha senkivel nem csaltam meg a férjemet. És hogy a Ferin kívül kivel keféltem a házasságunk alatt? És hogy ez hogy érint engem és őt, az csak is rám tartozik. Azt majd mi elrendezzük egymással. Igen. De szerintem legközelebb ne várja meg, míg felkoncolják egy lépcsőházban. Lehet, hogy ő is szívesen részt venne a rendezkedésben. Maga vicces. Na jó, induljunk. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félem a gonoszt. Mert az Úr az én pásztorom. Ferenc már elhagyta ezt a világot azért a másikért. Imádkozzunk az üdvösségéért. Én hiszem, hogy még a mai napon meglátja a mennyek országát, mert a senyvedők felmagasztaltatnak, az erőszakosok pedig lesújtatnak. De ti ne sírjatok. Ahogyan Pál mondja, az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen járjunk, nem tobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben. Semmi jó érzés nincs magában. Nem bírta ki, hogy ne jöjjön. Csupán néhány napot kértem. A kurva anyját! Ki a fasz maga? Mit keres ebben a történetben? Halkabban. Temetőben vagyunk. Nehogy azt gondolja, hogy megúszta, hogy átvert. Mit akar magától? Ide figyeljen maga, szar! Feljelentést teszek maga ellen! Ne ordibáljon, kutya. Jöjjön, hazaviszem. Nagyon kedves, de nem. Kérem, hagyjon magunkra. Hé? Mindnyájan tudják, hogy miért gyűltünk itt össze. Rettenetesen összekavarodott minden. Önök annyit mászkálnak, hogy lehetetlenség kibogozni azt a sok gubancot, amit életük fonalával képeznek. Minden, amit tudok, csak valószínűsíthető, mert önöktől tudom. Egyetlen dolog biztos. Én megöltem Szirmai Ferencet. Szerintem az egész a család miatt. A család miatt, amit apa eltitkolt előtted. Ha előbb kezdtél volna elkeresni, ez az egész nem történt volna. A megbízót meg nyilván rajtam keresztül kell keresni. A megbízó az a személy, aki bármilyen szinten kapcsolatba hozható velem. Csak hogy ilyen személy. Egyelőre nincsen kínai. Én viszont valóban gyanús időben tűntem fel az életedben, drága Tibikém. Lehet, hogy összejátszom a küklopszal? Lehet, hogy az én ismerőseimnek kellene utána nézned. Nem áll össze. Maga igazolta nekünk Malkávúr alibijét. Ha vette a fáradtságot, hogy ennyire bemártsa, miért akarta volna aztán tisztázni? Ne haragudjál, kolléginő, de nincsen igazad. Malkáv nem tudhatja, hogy tényleg igazolták az alibijét.
Így van. Lehet, hogy csak hazudtam, hogy igazoltam az alibidet. Kérem, hölgyeim és uraim, miért a kolostorban keressük a kurvát? Dr. Szirmai életének és halálának leggyanúsabb eseménye éppen becses személyemet érinti. Nevezetesen, hogy a felesége szeretője voltam. Talán még vagyok is. Azt el kell ismernem, hogy nem rendültem meg túlzottan a Feri halála miatt. Minden jel arról tal, hogy a viszonyunk kifejezetten rossz volt már a végén felé. Felmerült tehát a kérdés, hogy miért jártam én egy ilyen olcsó és simlés zugügyvédhez, mint kutya? Mi másért, mint hogy rábizonyítsam a nejére, hogy a válás az ő hibájából lesz kimondva. Hogy még véletlenül se jusson semmihez. Ami azt jelenti, hogy semmim sem maradt volna. Azt se tudtam volna, hova menjek. Hozzám aztán nem. Idáig is alig győztelek letagadni, drágám. Akkor tehát miről szólt az iminti vitánk a temetőben? Nyilván zsarolom önt, asszonyom. Mert olyan titok van a birtokomban, hogy ön előbb halna meg, sem hogy kiderüljön. Akkor viszont ez a titok nem más, mint hogy én ölettem meg a férjemet. Én. A megbízó én vagyok. Sűrűn látogat újabban. Szóval Szirmai el akart válni magától, igaz? Igaz. És kutyával akarta kisemmisztetni magát. Igen, ezekben a részletekben nem avatott be. Mivel zsarolja kutya? Na jó. Elege van magából. Feleljen. Ó, most már nem csak indiszkrét, de erőszakos is. Befejeztük a nyomozósdit. Most én kérdezem magát. Maga olyan, mintha nem is lenne. Minden helyzetben idegen. Maga az a pasi, aki minden nap kimegy a lovira. Pontosan tudja a lovak anatómiáját és esélyeit, de soha nem ülne föl egyikre sem. Nem is járok lóversenyre. Nem pontosan értem, hogy mit óhajt tőlem. Azt óhajtom, hogy magyarázza meg, mi nem stimmel magával. Velem? Sok minden. Mire kíváncsi? Vegyünk akkor egy világos példát. Csak őszintén. Tetszem magának. Úgy gondolja? Igen, úgy gondolom az Istenit. Udvarol, de megfoghatatlan. Kérdez, de úgy, mintha egy fénymásolt kérdőív ülne a kanapémon. Bocsánat, a Feri kanapéján. Árulja el, miért képtelen viselkedni velem? Ön ittas, asszonyom. Ön hülye, drága uram. Vár valakit? Természetesen nem. Tudja, mi a különös? Minden alkalommal, amikor csöngetnek, arra számítok, hogy ajtót nyitok, és ott áll a Feri. Várjon. Mindent tudok. Jó magának. Hány éves a kapitány? 3 sincs, miről szól a váratlan melodráma. De rögtön folytatjuk. Jó napot, biztos úr, biztos hölgy. Jöjjenek. Szarkapu. Már van egy vendégem. Hoppá. Bocsánat. Nem azt mondta, hogy vendége van? Úgy értettem, a magány.
Csak hogy hazaértél. Nem tudok egyedül lenni ma este. Gyere át hozzám. Egy család vagyunk végre. Azt mondtad, hamarosan kideríted, ki ölte meg a Ferit. Sikerült? Nincs kedvem beszélni róla. Kellene már csináltatni. Segít ez bánni. Biztos voltál benne, hogy eljövök. Tudtam, hogy ráveszlek. Mert te mindent megkapsz, amit akarsz. Nem. Én mindent megszerzek, amit akarok. Nem vagy valami nagy detektív. Na gyere, üljünk le. Megöletted velem Szirmait, és most engem is meg akarsz ölni. Úgy tűnik ez a helyzet. Jobb szerettem volna, ha letartóztatnak. Úgy is épp elég eltűntél volna az útból. De azzal, hogy megtaláltad a Kyklopszot, nem hagysz más lehetőséget. Hát nem nagyszerű. Mivel valóban te követted el a gyilkosságot, nem lesz nehéz rád bizonyítani. Ide pedig azért jöttél, hogy az örökség maradékát is megkaparintsd azzal, hogy megölsz engem. Én pedig önvédelemből lelőttelek. Az egész az örökség miatt. Annyira sajnálom, hogy belekeveredtetek. Annyira sajnálom. Sajnálod? Ezt nem értem, hogy miért mondod, hogy sajnálod. Nem sajnálod. Azt akartad, hogy minden a tiéd legyen, nem? Hát most minden a tiéd. Te nem sajnálod! Van magánál fegyver? Van. Akkor vegye elő. Csak nyugi. Oda csúsztatom.
rendőrség? Hart Ildikó nyomozót keresem. Melyik osztályról? Életvédelmi. Kapcsolom. Igen, tessék. Malkár Tibor. Mondom a címet. Engem is megúsztál, Tibi? Nem úsztam meg semmit. De nem mész börtönbe. Nem. Úgy tűnik, elhitték, hogy te bérelted fel Kőklopszot, hogy ölje meg a Ferit. Igen? És azt? Azt hogy adtad be nekik, mikor kijöttek? Füstölgő pisztolyjal ücsörögtél két hullafölt. Azt mondtam, önvédelem volt. Tulajdonképpen tőled vettem az ötletet, Ágnes. Elegem van. Megyek, megnézek egy mozit az Edittel. Sőt. Azt hiszem, megyek és megnézek egy színdarabot az Edittel. Szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni, amiért arab mandolin művésznek adtam ki magam. Hülyeséget. Csimbó Péter vagyok, és... öltözni. Na jó, akkor... Egyáltalán nem tudok mandolinozni. Gyűlölök sminkálni. Nagy vagy könnyebbő, és ez most nekem, hogy ezt elmondhatom önöknek. Na jó. Lemosom. Bocsánat. Ajá. Ne a hajam a...